A Balatonparti játszótér platán fájén is láthatóak a csipkés poloskák. Csapatostul károsítják a növényt. Szúrásaik helyén elsárgult, kifakult foltok jelennek meg, a levelek már nyáron elszáradnak. A 70-es évek óta van jelen hazánkban a platán csipkés poloska. Szintén Amerikából került 20 éve Európába a tölgy csipkés poloska. Az ő tevékenysége is látható a keszthelyi tölgyfákon. Rokonával ellentétben ő nem csak faleveleket, hanem az embereket is megcsipi, pedig mind a 60 hazánkban előforduló faj növényevő. Én is érzékeltem jó párszor, hogy rám szállt egy kis tölty csipkés paloska, és megszúrt. Hogy ez most csak próbálgatta, hogy én töltyfa vagyok-e, nincs kizárva, de minden a többi csipkés ez nem szokott előfordulni. Állítólag külföldi adatok szerint a platán csipkés is csinál ilyeneket, de most az utóbbi 4-5 évben, amióta tényleg sok van itt Keszthelyi környékén is a csipkés azóta lehet ezt alapvetően érzékelni. Kondorosi előtt Poloska szakértő azt mondja, a csípésnek nincs veszélye, nem terjeszt betegséget. Szerinte a fő probléma, hogy egyelőre nem tudnak mit kezdeni a szakemberek a rovarral. Minél melegebb az adott terület éghajlata, annál több nemzedék fejlődhet. Hazánkban akár három is lehet egy évben. A tölgy, csipkés poloska olyan mértékben elszaporodott, mely hosszú távon gazdasági problémákat fog okozni a magyar erdőkben. Tavasszal még talán nincs olyan sok belőle, amikor alapvetően vastagodik a tölgy. Utána már a nyári ö, folyamán, amikor elszaporodik, az ö, hosszú távon már ezt is veszélyeztheti, meg persze a magtermést, meg egyebeket, tehát ö, mindenképpen mérhető. Viszont erdőben teljesen irreális elképzelés lenne, hogy védekezzenek ellene egyszerre. Legfeljebb ilyen parkvárosi körülmények között egy-egy szép tölgyfán lehet, de sajnos ez nem reális. Kondorosi előd abban reménykedik, hogy a természetes hazai ellenségek rászoknak az invazív csipkés poloskára. Ezt több kártevőnél is megfigyelték, például a Hárlekin katicánál. Szóba jöhet még más természetes ellenség betelepítése, de ezt alaposan meg kell vizsgálni a szakembereknek, nehogy nem várt rossz hatása legyen az újabb jövevénynek. A hazai kutatók folyamatosan vizsgálják a betelepülő nem őshonos élőlényeket. A globális világkereskedelem és klímaváltozás miatt minden évben települnek be különböző fajok Magyarországra. Már szakirodalom is született a témában, ebben a Georgikon munkatársai is aktívan közreműködtek.